Jack a kalóz. Az óriás bab. Imádom, amikor vásárt rendeznek gombvárosban, kapitány. Igen, a vásárpompás, csak ezt a szagot tudnám feledni. Sajnos ma kell bért fizetnünk, így hát te büdi. Vidd el ezt az aranypiculát, ami torz lelkületű főbérlőnknek a tengeri csibe bérleti díjaként. Magának mi a szándék, a kapitány? Fogom ezt a másik aranypiculát, és a táncos lányok árvaházának adományozom. Igen, nemes lélekre val, kapitány. Itt találkozunk fél óra múlva, és gondoskodj róla, hogy cápaképű megkapja a pénzét. Nehogy elszikláza tőled valami ördögi kereskedő. Igen is, kapitány. Kedves nagy patkány úr, talán érdekelni fogja ez a rendkívül lenyűgöző és csábító illat. A hölgyek ellenállhatatlannak fogják találni, az egyszer biztos. Élő pudlisó, itt szerezze be a pudlicsukákat! Könnyű és puha, és gyűcít, ha rálép! Hölgyeim és uraim, üdvözlöm önöket a rendszer 5000-es magával ragadó világában! Mielőtt elkezdenénk, szeretnénk bemutatni önöknek egyet a rendszer 5000-es számtalan elégedett vevője közül, íme Kompida! Mielőtt használni kezdtem a rendszer 5000-est, minden éjjel 6 órát töltöttem ébren. Csupán egy hét elteltével sikerült leszorítanom ezt az időt mindössze 6,5 órára. Ezzel naponta fél órát takarítanak meg! Íme görbe Gedeon! Még el nem kezdtem használni a rendszer 5000-es naplopónak, és lustának éreztem magam. Most egyszerűen csak rettentő fáradt vagyok. Lenyűgöző! Mit szólnak-e forradalmi átalakuláshoz? Én a rendszerre esküszöm! Azelőtt az élet szürke taposómalom volt, látszólag összefüggéstelen eseményekkel. Most már a rendszer 5000-es felbecsülhetetlen segítségével képes vagyok a kezembe venni a saját nyomorult életemet, úgy bizony. Nem egy külvárosi csavargót hallottak, hanem városunk tisztelt hivatalnokát, Sikító Dénes polgármester! A forradalmi rendszer 5000-es integrált, interaktív, moduláris, roncsdamentes, és a legjobb benne, hogy teljes mértékben hordozható! És mit tartalmaz ez a rendszer? A rendszer 5000-es egy csomó arrendszer tartalmaz, amelyek együttműködve hozzák létre a főrendszer, a rendszer 5000-est, igen! Mire képes a rendszer? Ha mindkép engem ábrázol, mikor még elkeseredett 4 éves gyerek voltam, figyeljék a csalódottságot, a könnyeket és az átható boldogtalanságot! Ez a kép még azelőtt készült, mielőtt felfedeztem volna a rendszer 5000-est! Ez a fénykép pár héttel ezelőtt készült egy kéjutazáson, az önfelett arckifejezésem csupán egy a változások közül, melyek bekövetkeztek, mióta a rendszer 5000-es irányítja az életemet. A magám vagyonom ugrásszerűen megnőtt az első fénykép óta, és igen, több mint 1 méterrel magasabb lett. Csupán 3,5 piculával rendelkezem, de szükségem lenne a rendszerre. Ennyi elég, tessék! Úgy fest, mint 2 babszem és 1 darab zsineg. Épp ez a szép a rendszer 5000-esben, és most, ha megbocsát, szólít a kötelesség! De jó ég! A kapitány nem repes majd az örömtől, ha meglátja. Micsoda! Arról volt szó, hogy abból a pénzből kifizetett cápaképű vilítettök fej! És most mihez kezdünk? De ez egy forradalmi rendszer, kapitány! Nem, de ez csak 2 babszem meg egy zsineg, ami összeköti őket. Nincs ebben semmi forradalmi. De örökre megváltoztatja az életünket. Erdő Ernő úr szerint... Lehet, hogy ezúttal igazad van. Örökre meg fog változni, mert egy nappal se élünk tovább. De Erdő Ernő úr azt mondta, az életünk soha többé nem lesz ugyanolyan. Persze, képzeld csak el, mennyire más lesz az életed, ha a fej nélküli testedet bámulod, a fedélzeten heverő fejedből. Leszerepeltél, átvertek, becsaptak, átrágtak, lóvá tettek, és te bedőltél. De holnap reggel szépen visszalapod a pénzt, és átadod cápaképű Vilinek. De ha eltulajdonítom a pénzt, bajba kerülök, és örökké a hádészban senyvedek. Bödé! Az örökkévaló szenvedés Lucifer mancsában és az összes fájdalomkeltő szerkentyűjében ligeti sétának fog tűnni a lyukasztóval töltött 5 perchez képest! Értem, kapitány! Másnap reggel. Mm.
Löket újság kihordó. Óriási bab nőtt. Ez egy hír az újságok színvonala a béka feneke alatt. Hé, kapitány! Azt írják, hogy hatalmas bab nőtt a föld felszínén. Hihetetlen, nem de? De, hihetetlen. Kíváncsi vagyok, egy óriás éle a csúcsán. Bődé, ez csak tündérmese. Különben is, ha létezne ilyen óriás, egy olyan kastélyban kéne lakni, amilyen a fejünk fölött. Szentegek, létezik ilyen óriás? És ha létezik az óriás kincsnek is léteznie kell előre, Bődé! Alig várom, hogy rátegyem a kezem a csillogó aranyra. Az egyetlen gond, hogy az óriások általában hatalmasak. Tehát? Tehát valószínűleg lényegesen nagyobb nálunk. Például, nézd csak mekkora WC! Még sose láttam ennyi WC papírt. Nem vihetnénk belőle a hajóra? Miért elfogyott? De elám már 5 hónapja. Na jó, de igyekezz! Meg kell keresnünk a kincset! Csak letekerek egy keveset, jó kapitán? Jó, de csipkedd magad! Vigyázz! Mintha hallottam volna valamit? Rejtőzel gyorsan! Bődé, te ügye fogyott! Segítség! Segítség, kapitány! Kapitány! Nem hagyhatom, hogy így végezzem! Kapitány! Kapitány! Segítség! Nem kellett volna éjfélkor annyi pizzát enni! Ugorj, Bődé! Megállni! Gyertek csak vissza! Állj! Feldobta a bakancsát? Nincs olyan szerencsénk, csak kiütötte magát. De nézd, a kulcsok! Fogadok, hogy a kincses kamrát nyitják! Szerezzük meg! Ajaj, magához tér! Fújjuk el! Gyorsan, ide! Térben nincs hiány! Nézze, kapitány! Keressük meg a vezérlőt! Vezérlőterem! Még sohasem irányítottam óriást! Nézzük csak! Nos... Rajta! Megtaláltam a memória fájlokat! Bombás! De is ki hotatja a kincseket! Mozgáspajtás! A kincses kamra a földszinten található. Ott! Vigyázz! Lehet, hogy ez egy kicsit rázós lesz! Kapitány, nézze! A kincsek! Csupán egyetlen peták! Igen, de nézze meg mekkora! Valóban. Gördítsük át a hajóra és tűnjünk el innen! Rajta, Bödi! Meselkedj neki tiszta erőből! Túl nagy, kapitány! Tömör aranyból készült! Nem lett túl nagy! Hé! Az ott az én petákom! Futás! Adod vissza, te apró teremtmény! Nem! Tisztességes lopás volt! Úgy van! Bolondos törpe fickó! Én győztem! Azt az aranyat akarom, amivel Messenger tartozik. Ha nem adja, azonbot hozzátok ide, és megetetjük vele a halakat. Végre. Messenger és Bödi. Elhoztátok a pénzemet? Vagy talán... Ó, elhoztuk. Bármelyik percben itt lehet. Ó, remek hír, mibe... Húzzuk el a csíkot, mielőtt magukhoz térnek. De mi lesz a petákkal, kapitány? Nem kéne beolvasztanunk és odaadni a cápaképű részét? Majd magától is elolvad, Bödi. Már miért olvadna, kapitány? Mert csokoládéból van, Bödi. Micsoda szörnyű csalódás. Nem volt könnyű lehozni a hajót azokról az indákról, ugyebár? Nem, de minden jó hajó a vége.
Vajon mi történhetett azzal az óriással? Muszáj volt megkérdezned! Ráestem erre a hajóra! A múmia lábujjának átkap. Kapitány, miért van rajtunk turbánekköpeny? Azért, fiam, hogy beolvadjunk a tömegbe, és ne kezdjünk feltűnést, amikor elhagyjuk a csoportot, és elcsenjük a múmia legendás lábujját! Jó napot, hölgyeim és uraim! És mindenkit üdvözlök kupánvágom sírjánál! Amikor végigjárjuk a műemlék bensejét, maradjanak közel hozzám, és ne kószáljanak el a turista ösvényekről! Oké, és oké! Szuper! Akkor talán indulhatunk! Eljött a mi időnk, nyomás, Bödi! Egy pillanat, kapitány! Mi van a könyvvel, ami a hieroglifák megfejtéséről szól? Tessék? Az ördögbe igazad van! Anélkül nem tudjuk megfejteni a hieroglifákat, és nem találjuk meg a múmia lábujját! Irány az ajándékbolt! Ha-ho, nincs egy könyve a hieroglifák megfejtéséről? Sajnálom, uram, de mind elfogyott. Micsoda? Átok! De van egy só és borsszóróval kombinált hieroglifa megfejtő gyűrünk. Igényt ad rá? Mi? Hogy ne elviszem? Gyerünk, Bödi! Hé, várjanak! $5.99 lesz! Helyes, nézzük csak! Most mi áll benne? Azok a személyek, akik kupánvágom szent lábúja után kutatnak, hogy ellopják és megszentségtelenítsék a nagy... Ezek mi vagyunk? Király sírját, úgy tehetik meg... Igen? Hogyan? Hogyan? Meg kell nyomniuk az arany vadászgörény szobrának fejét. Ott található. Értem, ennyi? Egyebet nem ír? Nem, csak még egy kicsit a vadászgörény fejének megnyomása után... Tudom, bejutunk a templomba. Működésbe lép a nyílpuska, amely mérgezett tüskékkel juggatja szitává a leendő tolvaj testét. Úgy vélem, nem kellene megnyomnunk a görény fejét. Később bánat, te gondolat, Bödi. Bödi, megtaláltuk! Bejutottunk kupánvágom kincses kamrájába! Igaza van, kapitány, gazdagok vagyunk! Gazdagok! Szó sem lehet róla! Én voltam itt először! Felismerem ezt a hangot? Nézze, kapitány! Csikkaz, az álságos rák a 8. részből! Valóban! Mondd csak, Csík, hogy boldogulsz az álrák szakmában? Soha többé nem tevékenykedem az álrák szakmában! Igazán? Mivel foglalkozol? Na, a helyi múzeum alkalmazottja voltam! Szerettem volna idegenvezető lenni! Annyira nagyon szerettem volna! Na szóval végül megengedték, hogy vezessek egy csoportot! És aztán? Én meg eltévedtem, világos! Ennyi? Kimondtam, igaz? Most boldogok? Hát... Szóra sem érdemes. A lényeg, hogy azóta csapdába kerültem ide lent. Nem tudok kijutni. Csik, mindez igen megható. De ha nincs ellenedre, segíthetnél nekünk kivinni a kincset. Különösen kupánvágom lábujjára pályázom. Csak nem akarják elrabolni a lábujjat. De mennyire, hogy el fogjuk rabolni. És te segítesz nekünk. Nem tudják. Átok ül a lábujjon. Akkor ragad magaddal, aztán nyargalj! De a lábuj átok, lecsap majd rátok! Na jó, ebből elég volt! Ne zaklassák a lábujjat! Nézze, kapitány! Szentege, látom! Ez, nos, a gyönyörű, talán túl erős kifejezés, de értékesnek értékes, olyan értékesnek látszik! Bármit is csinál, ne vegye el! Na tessék, én megmondtam! Micsodát? Beindította a láncreakciót, és a fejünkre dől az egész hómelemalc! Várunk már egy csik! Hogy jutunk ki innen? Mint említettem, innen nincs kiút, de persze nem figyeltek rám! Az emberek sose figyelnek! Ez az ott micsoda, csik? Ezt hiszem latinul van! XIT? Miért latinul? Nem azt jelenti, hogy hatástalaníthatja az átkot, ha megnyal egy rozsdás babzsákot? Nem gondolod, hogy az X előtt talán egy E-nek is kellene lennie? Sejtelmem sincs! Szerinted az állod, hogy exit? A
latin X-it helyett? Exit, ostobán! Azaz kiárad tűnés! Merre bajtás? Szedd össze magad! Itt voltál idegen vezető! Bevallottam, hogy nem én voltam a legjobb. És ne gyakoroljon rám nyomást! Nem tudok gondolkodni, ha nyomást gyakorolnak rám. Rendben van, azt hiszem, kijuthatunk innen, ha balra megyünk. Igen, arra kell menni. Hogyan tovább, Csik? Hogyan? Ki kell mennem? Ott van, az lehet a kiára. Igen, azt hiszem, igazad van. Nyomás! Kábrázatos! Mi lehet még közbe? Na persze! A WC papír a sarkamra ragadt! Kapitány, az nem WC papír. Ha nem? Adjátok vissza a lábujjam! De azonnal! Ugyan már, nyugodjálva kutyák! Ez nem igazi! Ez is egyik azoknak a távirányítású aminotronikus robotizéknek. Biztos benne? Hogyne, utánam. Tehát, ha igazi múmia lenne, nem lennék képes erre. Tessék, látjátok? Egy igazi múmiában ettől felmenne a pumpa. Sőt, mit? Hogy még világosabb legyen a nézetem, egy valódi múmia sosem engedné meg ezt. Éve tessék, ha egy igazi múmiát pofoztam volna fel. Úgy érti, ha ez igazi múmia lenne, letépni a karját és ütemesen csapkodná vele a feje. Pontosan! Épp ezért azt kell mondanom, hogy ez egy igazi múmia, és ideje hangosan sikítozni és rohanni! Hagyjátok vissza a lábujjamat! Taci! Hová, barátaim? A vasútállomásra! Semmi akadálya. Nyúlcipő! Csak egy hajszálom múlott. Pincér! Mivel szolgálhatok, uram? Kérek egy... Adjátok vissza a lábujjamat! Adjátok vissza a lábujjamat! Az ujjam! Adjátok vissza az ujjamat! A lábujjamat akarom! Kapitány, ön szerintem a lábujját kéri, adjuk vissza neki! Soha! Gyorsan! Tierra el fuego-ba! Hát, ez maradva éles elmére van. Úgy tűnik, épségben megúsztuk. Bizony, és még mindig náluk van a lábúj. Na végre, Büdi, sikerrel jártunk. Menjünk vissza Gombárosba, és adjuk el ezt a vackot. Igenis, kapitány. A Csík velünk jöhet? Hát, nem bánom. De csak ha megígérő, hogy nekem adja a zsákmány ráeső részét. Így igazságos. Vagy nem? Jaj, ne! A zsaruk! Átok! Rajta! Csipkedjék magukat! Kezeket a kocsi oldalára, fürgén! Mi ez a hajcihő? Igyekezzen! Ők azok kisasszony! A kéklábúj miatt jöttek! Miféle kéklábúj? Bolti tolvajlás miatt! Tolvajlás? Igen, igen, ők azok! Ezer közül is felismerném, különösen azt a nagy orrút! Mindig tudtam, hogy egyszer még bajba kerülünk az orrod miatt, Büdi! Igen, azt a nagy orrút, piros kabátban. Ő a banda vezér. Ő az, aki fizetés nélkül elviharzott a kombinált hieroglifa megfejtővel, és só is...